Nagyon köszönjük Kaposvár városnak és a lakosainak ezt a szeretetteljes vendéglátást, amivel fogadták a Giro d'Italiát. Ezekkel a gondolatokkal kezdte mai sajtótájékoztatóját az olasz kerékpáros körverseny magyarországi szakaszainak főszervezője. Kamuti Balázs kiemelte, a versenyzőket profi stábok kísérik majd, ezért is van szükség a már korábban bejelentett szakaszos lezárásokra. Közel 200 kerékpáros vesz részt rajta, 200 vagy akár annál több gépjármű is magában a szervezésben, a bonyolításban, építésben és a versenykövetésben vesz részt, ezért van szükség további itt a környék mögöttünk lévő utcákban területeknek a lezárására, ahol ezeket a szervezésben résztvevő kocsikat tudjuk parkoltatni. A szervezők a rendőrséggel közösen biztosítják majd a vasárnapi rajtot és a további útvonalat. Az egyenruhások azt kérik, mindenki időben tájékozódjon indulás előtt. Mindenkinek a türelmét kérjük, és a vasárnap útba indulókat arra kérem, hogy a médiákba, az internetes platformokon közzétett zárási tervekhez igazodóan ezek figyelembevételével tervezzék meg úti céljuk elérését, és számoljanak arra, vegyék figyelembe az esetleges késést és csúszást is. A szakaszrajtot a Kossuth téren és a Városligetben egyaránt színes programok kísérik majd a hétvégén. Itt egy rajtceremóniával egybekötött lassú rajtos szakasz lesz, aminek a közvetítése során bőven lesz idő a tévében megmutatni Kaposvár szépségeit, nevezetességeit, épített és természeti örökségeit is, és ezeket mind a világ minden táján látni lehet majd. A mezőny a tervek szerint fél egykor indul majd a Somogyi megyei székely főteréről, ahonnét Nagykanizsa és Balacsony érintésével Balatonfüreden érkeznek majd célba. A lezárásokról és a további programokról minden információt megtalálnak internetes oldalunkon a kapos.hu-n.